Az uniós tagállamok többsége a nukleáris energia irányába mozdul el, erről beszélt egy szakértő annak kapcsán, hogy egyre több tagállam dönt úgy, hogy nem állítja le az atomerőműveket az energiaválság miatt. A magyar külügyminiszter a washingtoni atomcsúcson úgy fogalmazott, Magyarország nukleáris energiába fektet. Több száz munkagép dolgozik hónapok óta a paksi atomerőműnél. A két új reaktor alapját készítik elő, így fognak kinézni, és várhatóan 2030-ban már termelik az áramot. Magyarország példáját egyre több tagállam követi. Németországban például a napokban döntöttek arról, hogy mégsem zárják be az atomerőműveiket. A századvég szakértője, Hortai Oliver szerint a brüsszeli szankciók miatt erősödött fel a nukleáris energia fontossága Európában. Egyértelműen úgy tűnik, hogy a tagállamok többsége az a nukleáris energia irányába mozdul. Még Németország is úgy döntött, hogy a meglévő három atomerőművének az üzemidejét meghosszabbítja, mégsem zárja azokat be évvégén, ahogy eredetileg tervezte. Nukleáris energia nélkül nem lesz energiabiztonság, sem megfizethető energia Európában. Erről Szijjártó Péter beszélt Washingtonban. A külügyminiszter szerint minden idők legsúlyosabb energiaellátási válságát éljük, hiszen a háború és az arra adott szankciós válaszok miatt az energia ára az egekben van. Mi akkor leszünk biztonságban, hogyha a saját magunk által felhasznált vagy igényelt energia vagy jelentés részét saját magunk elő is tudjuk állítani. Ez pedig nukleáris energiával lehetséges. A kormány hangsúlyozza, hogy Magyarország energiaellátása hosszú távon biztosított. Az ország gáztartaléka is európai átlag fölött van. Az éves fogyasztás több mint fele rendelkezésre áll.